kilépek a színházból, akkor én már nem színésznő vagyok otthon, aki annyira készül az esti előadásra, hogy most senki ne szóljon hozzám, hanem a gyerekek a fontosak, ha velük vagyok, semmi más. Szerintem fantasztikus, tehetséges színésznők vannak Magyarországon, minden színházban. Tényleg nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon széles a, paletta. Én abban bízok, hogy el fog egyszer jönni az a film, ami, amire úgy kell föl egy rendező, hogy megvan írva egy női történet, és azt fogja mondani, hogy csak a réka jut róla eszembe. 170, nem tudom, 8-nál tartunk az előadásban, és 36-an lettek eddig rosszul. Úgyhogy le kellett állni. Nem kényelmesedhetek el, hanem muszáj magamat mély vízbe dobni, hogy meg, hogy meg tudok elállni a két lábamon. Szeretem, amikor egy meglévő előadásban jön valami baki, vagy valami hiba, vagy valami, amit meg kell oldani, mert az, helyzetbe hoz. Üdvözlöm Önöket, Tenki Réka, a Bóta vendége. Hát tudják, volt minden Katona József Színház nemzeti, most éppen az Örkény tagja, és hát nagyon magáévá tette, amit Máté Gábortól tanult, hogy mindig olyan intenzitással kell játszani, mint hogyha ez lenne a legutolsó. Réka, olvastam egy olyat, hogy te arra töreksz. Nem szabad mindig elhinni mindent. Nem szabad? Nem. De mit, Mert mit nem olvasta? Játszod? Mert nem játszol úgy? de, de azt igen, de most, amit szeretnél mondani, kíváncsi vagyok, hogy mindenki olvas mindenfélét, hogy azt olvastam rólad, nem mindig minden igaz, de kíváncsi vagyok, mi ezt az első kérdés. szerintem ez valószínű, hogy igaz lesz. Na kíváncsi meg, vagyok. Rá, meglátjuk. Hogy, hát, hogy arra törekszel, hogy, hogy elfogadd önmagad. Tehát, hogy... Ez igaz. Napok belelátod. Miben kellett olyan húden, hogyan elfogadni magad? Tehát mi volt, ami nehéz volt? Az embernek mindig újabb és újabb dolgok jönnek, ahogy egyre jobban megy előre az élettel, megismeri magát, és egyre több minden derül ki rólad, olyan tulajdonságok, amikről nem tudtál, vagy amit tudtál. Na mondjál és példát. Példát mondjak. Aha. Például, hogy ö, ö, én nagyon maximalista vagyok, és, ö, és hogyha bizonyos dolgok nem sikerülnek, vagy nem úgy, ahogy én szeretném, az nem feltétlenül baj. És meg kellett tanulnom azt, hogy minden helyzetből kihozni a maximumot, de nem minden esetben lesz olyan a végeredmény, amit én szeretnék. Viszont nem kell magamat bántanom azért, mert nem az lett, amit én szerettem volna, a lényeg a belefektetett munka. És ezt így el kellett fogadnom az idővel, hogy nem minden lesz maximálisan a legjobb hanem van olyan, ami nem jön össze. De a bántás az miből állt? Hát a bántás az az, magad? az, hogy miért nem csináltam ezt jobban, miért nem dolgoztam többet, nem tudom, ilyesmikben de merült. De hát, általában van olyan, amikor ki se akarsz menni tapsra, mert úgy érzed, hogy jaj, de de most ez ez ezt ez egy belső érzés, hogy az ember azt érzi, hogy ez az, az este nem úgy jött össze, hogy kell, de hát ez is az egyetem után egy újabb barconcsapás, hogy azt, amit eddig szeretedből csináltál meg, ami a hobbid, azután a munkád lesz, és minden este fel kell menni, és minden este teljesíteni kell, és nem mindig sikerül úgy, ahogy kellene, és akkor ezt így le kellett győzni magamban. Igen, de hogy nekem ez a munkám, hogy mindig a legjobbat kell hozni, vagy sikerül, vagy nem. És ezt és te érzed már a hogy na, ma megy, most De persze, nem, az ember nagyad. azt érzi, hogy, hogy húzza a szekeret és csak úgy suhan utána, és van olyan, amikor érzed, hogy nagyon nyekereg, nem megy, erőlteted magad, és csak akkor sem, még többet teszel bele, egyre rosszabb leszel, és akkor és akkor összeomlasz a végére, és akkor egyszer csak egy néző azt mondja utána, hogy ez annyira jó volt, hogy nem hiszed el, hogy neki mi volt ebbe jó? De hát van ilyen, igen. És lehet, hogy tényleg jó volt. És hát lehet, persze. Nem, egyébként arra is rájöttem már, hogy a ha az ember belefektet rendesen munkát abban, amit csinál, akkor egy bizonyos szintet el fog érni. Szóval akkor az nem lesz annyira rossz, vagy elviselhetetlen. A munka mindig látszik szerintem. Hát ha jól valami. meg is van rendezve. Az Eperjes Károly az is mondta fontos. nekem egyszer, amikor a TAB, tehát hogyha TAB János rendezte, akkor azt mondta, hogy négyesnél rosszabb, akkor nem tudok igaz. Mert az úgy oda van téve az Ez az, biztos, az előadás, igaz. hogy igen. És van, ami nincs úgy Igen. Jó szöveg, jó színészek, és hogyha a rendező is jó, akkor nagyot nem lehet azért bukni. Előfordul, de, de nem lehet. Az mit jelent, hogy, hogy már a édesapád, meg a nagybátyád is arra predestinált, hogy te színész, ám de azért mégiscsak úgy sok pillanatban döntötted el. De ők nem, nem hajtottak nem. fel, hogy az legyek. Nem, de hogy valami volt nem, Nem, ott nőttem föl, de, de mert hogy mindenki ott dolgozott a színházba, de sor senki nem De ő, ők mit csináltak? A nagybátyám ügyelő volt, a Tenkiferi, a másik nagybátyám a Tenkielekű Kellékes, az édesapám fénytechnikus volt, aztán Kellékes, a nagymamám öltöztető, aztán nézőtéri ügyelő, a másik nagynéném a Tenki, vagy ő az operában volt fodrász. Most itt több szállat nem tudok Ezt felsorolni, hogy elégnek tűnik. Hát igen, de ez még nem jelenti azt, hogy az ember az lesz. De ott, lesz. A Tehát az hát sokat ott, ott a színházba? Sokat voltam ott persze, de? a fénypultban apukám mellett sokat ültem, mert hát iskola után átsétáltam oda, és akkor ő még a, a Vojtina Báb színház előadásait világította, és azok délután voltak általában, és akkor a leckémet a fénypultban ülve írtam, és hát a részese voltam mindennek. Hátra mehettem a takarásba, azért is imádok mindig, mai napig is a takarásban lenni egy előadás. Nem szeretek a büfében végigvárni, mondjuk, hogyha csak két mondatom van az egész előadásban, mert szeretem azt, akármilyen is az az előadás, szeretek ott lélegezni és látni, hogy ma mi történik. Tehát is kell, hogy ez így előhívjam, mert te általában nem kell. vagy. Általában nem kell. És akkor hallgatod direkt, hogy? Hallgatom. Hogy, hogy... Akár látom, akár nem, mert mondjuk olyan egy díszlet, hogy nem látok be, de ülök és hallgatom, hogy ma mi történik. Mm -hmm. Meg hát imádom nézni, ahogy a, a háttérben kik dolgoznak és mennyit dolgoznak, amit mondjuk a néző nem lát. A bábszínházban, házban én nagyon szerettem egyébként, hogy akkor még ilyen paravános játékok voltak, mert mm -hmm. már gyakran ugye a bábosok elől vannak, hogy, hogy paraván mögül megnézni. Igen vagy kemény eriket, aki Vitéz Lászlót játszott. Uh -huh. Ott a kis paraván mögül az isteni, hogy az arcuk nem, meg Nagyon, minden. nagyon. Meg hát ez egy, ez egy külön művészet, hogy hogyan kell egy élettelen tárgyat életre kelteni, úgyhogy már nem is nézed a színészt, ha esetleg látod. Az egyszerűen az egy nagy művészet. Na, és akkor Ady Endre gimnázium Debrecenben, mert hogy te debreceni vagy, ugye, az kiderült, Ahonnan hát körülbelül minden ötödik beszélgetésem úgy kezdődik, hogy és az a gimnázium dráma tagozatából, és te is Csikor Sándor tanítvány, van, és Csikor Sándor, aki ugye nem rég lett a nemzet van, igen És neked is jó volt ez? Mármint melyik? Ez része? az az én, meg a csihossága. Én szerettem. Ö, azt szerettem, hogy kaptam egy kicsit abból vissza, amit én a színházba magamból, magamba szívtam, azt a közeget, azt a vibrálást, de én még akkor sem döntöttem el, vagy vagy nem volt bennem egy ilyen elhatározás, hogy hogy én mindenképpen színésznő akarok lenni. Én azt tudtam, hogy a színház az egy családias közeg, ahol én jól érzem magam, és, és azt a helyet kerestem, ahol ezt az érzést megtalálom. És az adigimnázium Gimnázium drámatagozata ez teljesen megegyen. Meg szerintem az egész adigimnáziumban van egy ilyen szabadabb légkör, és ott nagyon-nagyon jó lenni, szerintem bármilyen osztályba is jár az ember. Úgyhogy igen, de hát igen, a Csikos Sándor átírta a felvételimet, hogy ne a bábszínészakra jelentkezzek, hanem a színészakra. Mellette a bábszénsz? Akkor... Igen, mert, mert hát annyira esélytelen bekerülni a. Be, esélytelen volt bekerülni a színművészeti egyetemre a az anno a régi színművészeti egyetemre, hogy hogy úgy voltam vele, hát miért vennének engem föl Debrecenben 17 évesen szóval, hogy így nem láttam rá esélyt. Miért 17 évesen? Hát mert én nyáron töltöm a születésnapomat is, a felvételi márciusba kezdődött is, akkor még 17 <laughs> ja, ja, ja. voltam, és akkor így, ahogy felvettek, utána töltöttem be a 18-at, úgyhogy az egy jó nyár volt. <gül> 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 Igen. Na, és akkor a főiskola is jó volt neked? Én imádtam. Én imádtam. Ugye, Életem egyik Gábor, És Bodó Viktor. Egy ideig ő volt az osztályfőnök helyettes. Én nekem a... Szerintem azt, amit mai napig is, amiből táplálkozom mai napig a színházban, vagy ahogy dolgozom, vagy amilyen az ízlésem, azt tőlük kaptam. És uh, én nagyon remélem, hogy uh, ezzel nagyon sok mindent tudok adni az embereknek, mert uh, olyan mesterek ők, akik, um, Akikért én nagyon hálás vagyok, hogy én az ő osztályukba keveredhettem. És ez megfogalmazhatja, -e, hogy mi ez az ízlés? Mi az ízlés? A kíváncsiság, a kreativitás, a gondolat, um, hirtelen ezek jutnak eszembe, ami, hogy az ember nem szerepel, hanem, hanem létezik nem tudom másképp megfogalmazni, és ennek a, ennek a tudományát próbálták el hogy teljesen mindegy, hogy milyen rendezővel dolgozol, milyen színházban, vagy milyen kis térben, hány emberrel, egyedül, vagy többen, a kíváncsiság és a közlés a legeslegfontosabb dolog. És én nagyon-nagyon szeretek színpadon állni, de nem azért, mert mutatni akarom magam, hanem mert nagyon szeretek mesélni, és átadni embereknek gondolatokat. És ha ez sikerül, akkor ez egy nagyon, a közönség visszajelzés, ez egy nagyon fontos dolog, és, és nekem ez a legfontosabb, teljesen mindegy, hogy azt egy sellő ruhába, vagy, vagy egy melegítőbe kell csinálni, a lényeg, ha van értelme, és tudom, hogy mit csinálok és mit közvetítek, akkor teljesen mindegy. És ennek a rugalmasságát próbálták szerintem megtanítani, főleg a Zsámbéki Gábor, a Zsótér Sándor, pedig a gondolkodás, hogy hogyan gondolkodj, hogy hogyan lásd meg a szövegben a mondani valót, hogy mi a lényeges, mi a nem annyira lényeges. Szóval, hogy a közlést igen, talán ezek. Uh -huh. Amikor mondjuk jártál egyedül az egy Igen. Ugye ez egy mana. Igen. Dráma, és egy nagyon kemény dolog, ugye arról szól, hogy Péter Finovák éva írt ebből egy eredetileg nem darabot, hogy hát orvosi műhiba miatt a gyereke sérült lett, és hát hét évesen meg is halt. És hogy tulajdonképpen ennek a története, és ennek az asszonynak a fájdalma, illetve a túlélése, hogy hogy mégis tud valahogy tovább létezni. Ez a legfontosabb szerintem. Én, én azért is akartam ezzel a, vagyis örültem, hogy kiválasztottak. Te a... akartad. Vagy? Ö, nem elhívtak egy castingra, mert a, akkor már a kislányom egy éves volt, és akkor szóltam az Orlai Tibornak, akkor már szabadúszó voltam, és akkor felhívtam a tibort, hogy most már szeretnék visszajönni hogyha van esetleg valami munka, akkor szóljon. És akkor most mondta, hogy van egy casting, az Egyasszony című monodrámára, a Pacolai Béla tartja, ő fogja rendezni, és hogy menjek el erre a próbafelvételre. És akkor elmentem De várjál, és... ilyet, én még nem is hallottam, hogy monodrámára casting. Hát az szerintem az úgy egy nagyon fontos, lenni, hogy... hogy kiválasztják az igen. embert. Igen, de, de szerintem ez egy olyan speciális anyag, hogy ö, szerintem fantasztikus, tehetséges színésznők vannak Magyarországon. Minden színházba. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon széles a, a paletta, de az, hogy ki, ki az, aki ezt el szeretné mondani, az egy, az egy személyes dolog. Arra nem kiválasztani kell, hanem meg kell kérdezni az embert, hogy ezt vállalja vagy sem. És tudok olyan színészünkről akiket felkértek, és ők mondták, hogy nem szeretnének ezzel foglalkozni. És, és akkor elhívtak erre, hogy én próbáljam meg ezt a ezt a próbafelvételt, és én őszintén szólva, én nem a tragédiát láttam benne, hanem azt a humort, életigenlést, élni akarást, és erőt láttam benne, amiben én hiszek, és én azt gondoltam, hogy én ezt, ezt én el akarom mesélni, én erről akarok beszélni. És nem mondom, hogy nem voltak nehézségek. Még. Hát azok voltak a nehézségek, hogy egy hónap alatt megtanultam a szöveget, és aztán két hónap volt a próba folyamat. De aztán én is elment, el, el, átmentem egy ilyen érzelmi hullámvasúton, hogy azért mégis csak frissen visszajöttem egy, egy egy éves kisgyerek mellől, azért egy csomó dolog megérintett, belehelyezkedtem, és az egész próba folyamatnak az volt a lényege, hogy, hogy én mindent megéljek, és aztán egy teljesen hogy mondjam, nem sterilen, de egy, egy optimista életigenlő ember tudjon erről úgy beszélni, hogy ezt én átéltem, megtörtént, de a legfontosabb az, hogy minden nap felkelek, mert egy életem van, és amit meg tudok menteni, az az én életem, a saját életem, és én élni szeretnék, és minden reggel elsiratom azt, ami történt, viszont utána felkelek, és és tovább megyek, és megtalálom a napjaimban azt, hogy mi az, ami a legfontosabb, és ami tovább tud vinni, és ami, és ami boldoggá tesz. És ennek az üzenete, ez számomra annyira erős volt, hogy erre készítettük fel magamat. A másik nagyon nehéz dolog az az volt, hogy a Béla mondta, hogy, hogy én már ezt nem érzem, de be fognak ülni a nézők, és ők sokként fognak kapni egy ilyen történetet, mert ők először hallják ezeket a bizonyos nehéz helyzeteket, vagy, vagy szörnyű helyzeteket, és arra fel kell készülni, hogy csörögnek, kiakadnak, felsúhajtanak, kimennek, elájulnak, bármi történhet, és az utolsó két hét az arról szólt, hogy a Pacolai Béla rendező és a Kiskádi Judit asszisztens azt csinálták végig, hogy engem zavartak a próbán. Én mondtam, <laughs> a, mondtam az előadást, és ők csörögtek, fölálltak, kimentek, ledobták, beszélgettek, hogy ne lehessen engem kizökkenteni. És az is nagyon sokat segített, mert összeszámoltam eddig, 170, nem tudom, 8-nál tartunk az előadásban, és 36-an lettek eddig rosszul. Úgyhogy le kellett állni. Le kellett állni. Le kellett állni. Mentő, elvitték a mentő. Volt olyan, hogy mentőt hívtak, igen, igen. Valaki nem elájult. Hát mert nem lehet tudni, hogy az emberekre hogyan hat. Annyi fajta elfolytott traumáink vannak, amiről azt gondoljuk, hogy nem beszélünk róla, hanem én ezt fel, fel tudom dolgozni, és elnyomom magamba, és nem beszélek róla, hogy egy ilyen történet, ami így húzza ki belőled ezeket a, az érzéseket, abban a helyzetben úgy hat bizonyos emberekre, hogy hogy volt, aki rohamot kapott, elájult, euh, légszomja lett, szóval egy csomó ilyen helyzet volt. És először, amikor először ilyen történt, akkor összeomlottam, hogy én még soha nem okoztam olyat, hogy valaki tőlem rosszul lett, hogy ez borzasztó érzés volt, és aztán megtanultam azt, hogy euh, van ilyen, hogy az emberek rosszul lesznek, kimegyek, elintézik a dolgot, visszamegyek, és folytatom. De ilyenkor hogy döntöd el, hogy most ez mennyire komoly, hogy le kell lenni? Látom, állni, mert kell. nyüzsgés van, fölállnak, orvost, vagy vagy rosszul van, akkor föl, följön gyorsan a fény, hát már van erre egy, <gül> <gül> egy bevált módszer. Azt elmesélem, egyszer nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem, már többször volt, hogy rosszul lettek. És már így az emberben benne van, hogyha bármi van, akkor élesen figyelsz, mikor a mondod is a szöveget, hogy na ott valami, valami van, készülni kell, hogy valaki rosszul lesz. Bocsánat, hogy erről így beszélek, de tényleg nagyon fura állapot. És pont Debrecenben játszottunk a végmoziba. És az első sorba ült egy hölgy, aki állandóan ezt csinálta így, és láttam, hogy illúga a feje. És akkor már nagyon sokan lettek rosszul, de mindig szóltak nekem, hogy le kell állni. És most először azt csináltam, hogy elnézést álljunk le, mert a hölgy rosszul van. Vigyük ki, vagy... vagy... És akkor a férje halkan megszólalt, hogy csak elaludt. <laughs> és hát úgy megsemmisültem. Utána lenyomni még 40 percet az olyan volt, hogy azt hittem elájulok, hogy én utána soha többet nem szólaltam meg. Ha bárki rosszul lett, szóljanak, nekem hogy rosszul van, de én többet nem szólalok meg. Az nagyon kellemetlen volt. De azért ez egy nagyon erős hatás. Tehát a másik oldalon ez azt gondolom, hogy jó is. Persze Tehát azt elérni, hogy valaki rosszul legyen, mert ez azt jelenti, hogy jó, aki nem lett rosszul, nyilván nem ez a cél. Abban is valamit nagyon megmozgat. Biztos. Ez. Meg hát az is, hogy sokszor van az, hogy nincsen tapsa végén. És ez is mindent elmond. A döntés után is most már volt párszor olyan előadás, amikor lement a fény, és némán ült a nézőtér. És azért az is elállt. Az a, az, a legmagasabb tetszés nyilvánítás, én háromszor értem át három. Nagyon, nagyon megható, és nagyon jó értem érzés. át ilyet, amikor akkora a döbbenet. Igen. Hogy, hogy nem lehet tapsolni. Igen. Az először nekem Györbe volt a Nádas Péter találkozásnál, hogy Senki nem verte össze a tenyerét, hanem ilyen némán mentünk, és még utána se tudtunk uh -huh. beszélni. Tehát mentünk az utcán, és nem beszéltünk. De ez S nagyon akkor... jó, mert ez, igen. Tehát, hogy... És mondjuk ezért szeretem a közönség találkozókat is utána, mert persze mondunk pár szót, meg minden, de lehet kérdezni, és azt hiszem Erdélyben voltunk, Marosvásárhelyen talán, vagy nem széke és és olyan történeteket mondtak el magukról az emberek, hogy a legféltettebb kis eldugott kis helyzetet, történetet egy idős néni felszólalt, és elmondta az ő tragédiáját, és ott ültünk. Hogy, hogy halt meg a gyereke? Nem, nem, nem. Egy hasonló helyzetet. Hasonló helyzetet, hogy hogy élte túl, és, és hogy ott ültünk, és hogy, hogy ezt váltja ki, hogy annyira bizalmi állapotba kerül mindenki, hogy mernek beszélni. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert a gyászkultúra az egy nehéz dolog, hogy hogyan kell gyászolni. Talán nincs is erre megfelelő módszer. Régen olyan jók voltak ezek a halotti torok, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de, de hát azok azért voltak, hogy leüljünk, és egy este végigbeszélgessünk, és akár felhozzuk az emlékeket, és sírjunk, és ott legyünk együtt, akik fontosak voltak. Én voltam ilyen többször, és nekem olyan furcsa visszás volt ez, mert, mert egyrészt de ez nyilván alkat kérdése, hogy én nagyon kikészülök, nem tudok enni. Jó, hát most nem azt mondom, Tehát, hogy, hogy mindenki zabál, de nem csak de, az, de, de, ilyen... de, de zabálás van általában. Hát igen, nekem. igen, de inkább <laughs> ezt csak olyan jelképesen mondtam, hogy, hogy kellenek az események, és kellenek azok az előadások, amik így kinyitják az embert. A döntés után is, amikor most legutóbb gyöngyösön voltunk, és hát az egész nézőtéren szinte csak zsidók ültek, és, és az számomra is egy nagyon megrázó helyzet volt, hogy nekik elmondhatom ezt a történetet, ami őket érinti. Várjál, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, miről ja, van szó. Ugye ez egy holokausz túlélőnek. Edith szintén, Egernek a... szintén nem, eredetileg nem darabja, amiből Csányi Csányi Sándor írt belőle. Igen, rendező, és akkor Székely Csaba ö, és, ö, és valamit azt nem tudom, melyik mondta, Tána Sándor, hogy... Ő szokott jókat mondani, úgyhogy biztos ő ja. <laughs> hát, hogy... hogy hogy, hogy ez eddig élete, tehát hogy ezt akarta legjobban eljátszani eddig élete során. Tehát, hogy ez, ez neki valami miatt olyan. Miért ennyire fontos? Hát ezt tőle kéne megkérdezni, hogy neki miért fontos. De, de ami hasonlít a két történetben. De nyilván neked is fontos. Igen, az az, hogy nagyon, hát megint csak a, az életigenlést tudom elmondani, meg azt, hogy vannak előttünk ilyen példák, akik hogy az, hogy nem találtad meg a csempét a boltban már két hete, amit ki, ki szeretnél választani az új lakásba, az nem egy probléma hogy probléma és probléma között van különbség. Viszont az Éva Egger megtanít arra, hogy ha te nem találod meg azt a csempét, lehet, hogy nem az a legnagyobb problémát. Például ezt le is írja a döntés című könyvében, hogy megy hozzá két paciens, tízkor megy hozzá az első, elmondja, hogy elvesztette a gyerekét, és nehezen tudja feldolgozni. Mert egy pszichológusról Mert ő, Igen, egy pszichiáter, és, ö, 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 igen, és vannak kuncsaftok, vagy hogy mondják ezt? Hát, Páciensei. Hát igen. Na mindegy, és ö, jön a tíz órás, elmondja, hogy milyen tragédia történt vele, meghalt a gyereke, és hogy nem tudja, hogyan tovább, és nem tudom, és az Éva segít neki. Jön a tizenegyes, ö, paciens, aki elmondja, hogy lefényeztette az autóját, de nem azt a szint kapta, amit ő igazán várt, és ettől teljesen és, a, és azt gondolnánk, hogy probléma és probléma között van különbség, de az év azt arra ö, mutat rá, hogy akinek nem sikerült az autója, az egy, az egy rossz házasság. Ő hozzáment egy Férhez, aki tele volt pénzzel, és attól várta a boldogságot, hogyha majd meg lesz az autója is, na akkor majd boldog lesz, és akkor sem boldog. Hogy ez meg az ő tragédiája csak valahogy másképpen, hogy felfejti azokat a belső dolgokat, ami, ami a kiindítója egy, egy helyzetnek. És hát ott is az a. Nem tudom, hogy láttál-e tőle előadásokat az interneten. Rengeteg előadás van fent tőle. Én az Andy Spotnak láttam a diktátor gyermekeit, ott találkoztam vele először. És hát lebilincselő, hogy emberek mikem mennek keresztül, aminek mi az nem az hogy töredékét, egyáltalán nem tudjuk, hogy miken mentek keresztül. De ennek ellenére is élni akart. A legnagyobb szenvedés kellős közepette megtalálta azt, hogy én nem fogok nem fogom megenni a saját embertársamat, füvet fogok enni, és eldöntöm, hogy melyik fűszálat fogom választani. Hogy egy ilyen helyzetben is felismerni azt, hogy hogyan éljem túl, és hogyan maradjak ember, szerintem ennél nagyobb üzenet nem kell. És, és teltházzal játszuk, amitől én annyira hálás vagyok a nézőknek, és annyi visszajelzést kapunk, hogy mennyire fontos, hogy ilyenekről beszélünk, és most, nagyon, most, hogy a 80. emlékéve van a holokausznak, most a Sanyi kitalálta, hogy gimnazistákat hívunk el, és felajánlunk minden előadásra 40 darab jegyet gimnáziumokba, és így fiataloknak is próbáljuk ezt valahogy edukálni őket, és eljuttatni hozzájuk. Ti érintettek vagytok valamilyen nem, szempont? Nem, nem Tehát, nem. hogy semmi, Én net, nem. hogy nem ezért. Sanyi cigány származású, de nincsen olyan felmenője, aki, aki érintett lenne. Uh -huh. Na, hát... Na, valami másfelé evezzünk. Na, evezzünk, de azért nem, mert szerencsére nem beszéltünk róla nagyon buskomoran, úgyhogy nem annyira baj, sőt, hát a túlélés eszköze is a humor. Hát egyértelmű. Hát általában így ezekben van. az esetekben is nem. Így van is, mind a kettőnőben megtalálod, és mind darabban is, és annyi ezért uh, írt bele pár olyan részt, ami, ami, ami oldja ezeket a helyzeteket, és uh, hát jó, most nem hallja, de tényleg nagyon-nagyon jókat talált ki. Ezt nem szabad neki elmondani, mert elpizza magát. Hogy ő megmondta, hogy ő. <gül> az <laughs> eddig nem, nem. push nem, 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 csak nem akarom dicsérni. Figyelj, miért jöttél? Tehát olyan látszak benne volt a tutiba a katonába. Miért váltottál te a nemzetivel? Mert olyan vagyok, aki ki akarja próbálni magát. És hogy megkaptam mindent, amit csak lehet a katonában. Főszerepeket játszottam, fantasztikus kollégákkal, fantasztikus rendezőkkel, és azt éreztem, hogy nem elégedhetek meg, nem kényelmesedhetek el, hanem muszáj magamat Mély vízbe dobni, hogy meg, hogy meg tudok -e állni a két lábamon. Úgy, hogy nincs mögöttem a katona. Ami a legnagyobb iskola volt nekem, és a legjobb iskola, és mai napig úgy megyek vissza, hogy a, ez olyan, mint nekem, Debrecen. A színházban nekem a katona, a, az otthonom, úgymond, az az én ilyen titkos bázisom, családom, és imádok oda visszamenni, de nekem el kellett jönnöm, hogy kipróbáljam magam, hogy mire vagyok képes. Nem voltak durcásak, hogy na, mindent megadunk neked, és te meg itt. biztos, de hát az, az idő, az, meg hát mindig jönnek újabbak, és újabbak, jobbak, és jobbak, úgyhogy betöltötték az űrt, úgyhogy nem hagytam magam után nagyon nagy űrt, meg annyira hálás vagyok, hogy a, a Zsámbék is, az Asser is, a Máté Gábor is jönnek és néznek, megnézték a döntést is, az egyasszonyt is, és ez nekem, ez, ez nekem nagyon jól esik. De nem szabadúszó lettél, hát a Nemzeti nem és aztán lettem szabadúszó. Mi volt ebben a nagyiskola? Melyikbe? Miben? Hát azt mondtad, hogy a, hogy eljöttél a katonába az nagy Hát nagyiskola. új kollégák, új színpad, új emberek. Ott is bizonyítani kell, meg kell mutatnom, hogy vagy ki kellett, vagy hogy ö, fel kellett ismernem, hogy én itt is tudok-e jó lenni esetleg másokkal is hogy ez, ez, ez minden mind, mély víz volt. Hát ott 33-at játszottam havonta, mikor katonában is elég sokat játszottunk, de hogy... hogy Meg egy nagyobb színpad. Nagyobb színpad, mind, másképpen kellett beszélni, például a Kulka János mondta nekem a, az egyszer élünkbe, hogy ő tanított meg engem ott beszélni, hogy ott hogy kell beszélni azon a nemzeti színpadon. Például ilyenek is. Lehet, hogyha nem jövök el, akkor ezt nem tanulom meg. Akkor én imádom, ha valami nagy színpad, és zsinorpadlás, és sűjjedő, és ekkora takarás, és, és nem tudom, ötven ember dolgozik egyszerre, és imádtam nézni ott is a takarásból, hogy amit a nézők nem láthatnak, hogy mennyi mindenki dolgozik, a reptetők, a nem szóval, hogy Igen, ott az aztán egy... technika van, de és, és, és fantasztikus, hogy az ügyelőnek hogy hullik ki a hajszála, amikor elhangzik a végszó, de látja, hogy pont nem ér be az a fal és neki megy a másiknak, miközben lehullik az égből a műhó, aminek még nem kellett volna leesnie, és akkor hogy hogy, hogy lesz ez? Szóval, hogy ezek fantasztikus dolgok. Én, én imádom a színháznak ezt a létrejöttét, a csodát, hogy kialakul egy előadás. Játszani szeretek, de jobban szeretem azt, amikor kialakul valami. Azt hogyan éltétek át, amikor már lehetett tudni, hogy hát Alföldi nem marad, és egy ügyeteben ne voltál a sirályba. Igen. Te voltál más a uh -huh. ha jól émlik, ö, ahol nem a ruhatárba kellett beadni Igen. a Kabátot, hanem ti színészek Igen. Vettétek el tőlünk a kabátot, ami kvázi egy személyes búcsú is volt tulajdonképpen a közönségtől. Fura én ezt nem így nem? Te Jaj, nem, tudom, én ennek sosem. Mert ugye ez nem a nagy színpadon ment, a nem mert stúdióban. ott nyilván nem lehetett volna megcsinálni, hogy ti veszitek el mindenki kabátját, és ezek a kabátok oda tulajdonképpen beépültek a egy időre a díszletbe. A díszletbe. És uh -huh. személyesen is adtátok vissza. Igen, én voltam, aki vettem a bilétákat, néha még pénzt is kaptunk, tudom, a Fehér Tibivel. Én ezt nem tudom, én, én... Nem, nem. Élt, vagy de az hogy... előadás is egy búcsú volt maga. Biztos, nem? biztos, de én egy éve voltam még ott, és én annyira nem tudom, én a munkára koncentráltam, hogy én nem mélyültem el benne ebbe annyira ebben a búcsúban sem. Szerintem azoknak, akik már régebb óta voltak ott, az, az nekik egy nagyobb fájdalom volt, hogy, hogy ennek vége van, és hogy lehetett volna még öt év. Én dolgoztam együtt a vidnieszki Attilával Debrecenben, az Úrimuriban. Nekem az az első ö, gyakorlati munkám volt, harmad vagy negyed évesen, már nem emlékszem, és hogy nekem az egy nagyon jó munka volt, nagyon szerettem, és én... Én azt láttam, nem Debrecenben, hanem fönt, a, a, nem, a Pécsi Országos ja, Szenzítárkonon, szín... ahol nem a Cserhalmi volt a csörgőcsüli, nem, nem mert éppen, nem éppen beteg volt, de tette voltál, te voltál, igen, a Igen, igen, igen. Hát ott is az volt bennem, hogy nagyon nagy színészekkel kellett bizonyítanom bele a mély vízbe egy nagyon fontos szerepet, én, én azt nagyon szerettem, azt az előadást. Meg ráadásul Debrecenben. Hát igen, ez igen, nagy színpadon, igen. Volt. A nagybátyom azt mondta egyszer, hogy Réka, akkor lesz egy ember nagy színész, hogyha a díszítők nem csak díszíteni jönnek a takarásba, hanem hamarabb feljönnek megnézni a te Mi jelenekedet. Ez így, ez így van. Igen. És volt már Még nem. <laughs> Még nem, de ami késik, nem múlik. <laughs> igen. Szóval te bízol benne, hogy nagy színész. Nem, nem, nem érezted, hogy fú, most, most Hát azt nem, hogy nagy színész, inkább azt, hogy, hogy amit csinálok, az, az, eljut az emberekhez, és kivált valamit, és ez nagyon-nagyon az nagyon nagyon jó érzés. Az, hogy nagy színi, azt azt, én azt, azt nem, nem, nem tudom, ezzel nem tudok mit kezdeni. Azt érzem, hogy telik az idő, azt érzem, mert hogy kikerültem bizonyos szerepkörökből, ami eddig voltam, és nehéz most megbarátkozni egy újabb szerepkörrel. Ez, ez egy feladat, de hát ezt is meg kell tanulni. Az, hogy van két kétgyelkőc, az változtatott a színészet. Persze. De? Sokkal kevesebb Miben? időm van mindenre. Ja. Hát régebben az volt, felkeltem, nem tudom, kilenckor, ha volt próba, bementem tízre. Ha nem volt próba, akkor elmentem edzeni, jogázni, már előre tudtam, hogy mi lesz ma este, az az előadás, akkor készültem rá, gondolkodtam, hamarabb bementem, nem tudom. Ma az van, hogy reggel hattól lenyomok egy, egész műszakot mondjuk fél hatig a gyerekekkel, hogy velük legyek, hogy rájuk koncentráljak, és fél hattól viszont azt bármilyen előadás is van, és bármilyet is játszom, legkésőbb fél hatig beérek, és onnantól kezdve az van csak, és arra koncentrálok. Szóval sűrítettebb lett -e az idő. De hogy az egész napot a gyerekekkel? Tehát hát vagy... persze, hát én, ha nem, otthon nem vagyok, járnak, nem vagyok színésznő. De nem nem járnak ide, oda, moda Ja, hát de hát járnak intézményekbe, de hát azért van, nem tudom. Aha. Téli szünet, vagy nyári szünet. Ja, 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 ami így. nekünk nem szünet, szóval hogy azért az más egy kicsit. Meg én, én meg mi olyan házaspár is vagyunk, akik nem, hogy mondjam. Szóval, kilépek a színházból, akkor én már nem színésznő vagyok otthon, aki annyira készül az esti előadásra, hogy most senki ne szóljon hozzám, hanem a gyerekek a fontosak, ha velük vagyok. Semmi más. És a színházba ugyanez. Eszedbe se jut az esti előadás? Az lehet, hogy eszembe jut, de, de megtanultam úgy kizárni, hogy amikor megyek be a színházba, akkor átállítom az agyam, és arra koncentrálok. Szóval ezt, ezt meg kellett tanulnom, hogy hogyan sűrítsem az időket. Hogy amikor velük vagyok, akkor velük legyek. Amikor a színházban vagyok, akkor meg az legyen csak. Ennyi változott. És most az erkényben vagy. Ott, igen. Igen. Az ö, magától értető volt, hogy te a nemzetiből tudsz menni az örkénybe. Nem, mert én utána elmentem szabadúszónak, meg akkor voltam otthon a kisbabámmal, és ö, és akkor szabadúszó voltam egy évig, másfél évig, már nem, nem emlékszem. És akkor utána felhívtam a, a palit, a mácsai palit. Hogy vagy te vagy. hívtad én fel. Én felhívtam, igen, hogy ha esetleg van valami szerep, akkor szóljon, mert én most szabadúszó vagyok, és... Vendégnek szívesen megyek. És akkor mondta, hogy ne vendégnek jöjjek. Mondtam, hogy jó. Hát Ennyi e volt. Hát így, így történt. Ennyi a nagy történet. Nincs benne több. Ez így szép. Igen, igen. Nagyon hálás voltam a, a, a Palinak ezért, úgyhogy úgy, mai napig ott vagyok. Igen. És ott is van mindenféle. Van, van, van mindenféle. De olyan jó, hogy megkaptam azt a szabad utat is, hogy mellette forgathatok hogy csinálhatom a döntéselőadásunkat, szóval ha vannak olyan belső munkák, és azt jól tudjuk ö, navigálni és kisakkozni, akkor, akkor engednek, és ez egy nagyon-nagyon nagy szabadság, és nagyon hálás vagyok ezért a színháznak. Hát az egyik legújabb, ha nem a legújabb, ugye a Don Quixote Project. Igen, igen, igen amiben véletlenül színe, vagy, vagy nem, nem tudom, minek nem, neve. Nem. Nem Te látod nevet. azt az előadást? Én láttam a Városmajorban. A láttam, Városmajorban. Láttam. Az nem dúz. Hát értve nem, nem, igen. Hát a felesége vagy egy tanárnak, aki tulajdonképpen azt képzeli, hogy Don Quixote. Hát igen. Nevezzük inkább... minek. Igen, minek igen, nevezzük. de inkább a fontosabb része az az, hogy ez a virtuális világ hogyan szippantja be úgy az embereket, hogy... Amikor annyi lehetőség van előttünk, hogy az ember nem tudja, hogy merre menjen, és felnőttes döntéseket kell hozni, akkor van egy, egy, egy mondjuk egy játék, vagy egy, egy virtuális világ, ahol viszont egyszerű a szabályok, és a és tudsz dönteni, de a való életen ez sokkal nehezebb. És ez a virtuális világ nagyon sok ember cippant most be. És ezért úgymond elmenekülnek a saját életükből valami biztonságosabb helyzetbe, és ez szerintem a társadalomnak most egy nagy talán kérdése, problémája, hogy mit kell ezzel kezdeni, vagy hogy kell ezzel bánni, vagy, vagy, vagy hogy kell ezt jól kezelni, mert ezt, ezt nem tudjuk, ez egy újdonság most. Úgyhogy ezzel foglalkozik az előadás, ami szerintem egy újdonság, és a Kovács Dédani egy fantasztikus rendező, egy nagyon tehetséges. És van hozzá egy meglehetős digitális látványvilág. Hát igen, igen gyönyörű képeket csináltak, szóval tényleg. Amiben úgy egyszerűen el is indul egy kora hajdukkára, és úgy elvész benne, te meg utána mész. Igen, 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 igen. igen. Az izgat, hogy mi van a társadalomban? Mi van a társadalomban? Vagy próbálod kicsukni. De mi van a társadalomban? Mit hát gondolsz? Úgy általában a politikába itt, ott, hát mit mondjak erről? Én, én, persze, hogy izgat, mert mindenben érintőlegesen belekerül, de őszintén szólva, nekem van két kisebb gyerekem, szóval, hogy előbb oldom meg azt, hogy hogyan jusson el a lányom kosáredzésre, mint hogy ma mi történt a hírekben, szóval, vagy Amerikába, vagy nem tudom, a választásokon, szóval, hogy, hogy én nem vagyok ebbe úgy benne, mert nincs rá időm, nem is tudok vele mit kezdeni, és nem is tudom már elhinni, hogy mi az igaz, és mi a nem igaz. És mivel nem tudok egy olyan platformot, ahol én valós dolgokat kaphatnék arról, hogy mi az, a, ami tényleg igaz, és mi az, amit csak át van manipulálva, hogy én hozzám eljusson, ezáltal így hátrébb léptem hármat. Mm -hmm. Vagy kettőt. De ez mit jelent, hogy kis ennyit, a híreket? Nem, vagy? nincs erre időm. Én nem olvasok Aha. Facebookot, nem olvasok híreket. Fönt se vagy a Facebookot? De fönt vagyok, mert reklámozni kell az előadásokat, mert abból élünk, hogy hogy jöjjenek az emberek az előadásokra. Csak munka. Ha megnézed az oldalamat, két oldalam van, az Insta meg a Facebook, és csak a munkákat rakom ki. Most a Futni mentem című film, azt kell promotálni, azt, azt fölrakom, de más nem. Se a családot, sehogy mit gondolok, sehogy mit tettem, nincs rá időm, nem érdekel, és nem tartom fontosnak. Szóval, hogy <laughs> így tudnám ezt így összefoglalni. A film ugye testről és lélekről, gondolom Ó, de régen az volt az, a... az már. <laughs> nem, az volt a legfontosabb, mint máig. Film nekem? Igen. Az egy fontos film volt, de a Szandrának és az Enyedi Ildikónak. Én abban egy mellékszereplő voltam, amiért kaptam persze díjakat, de az embernek az a film lesz fontos, aminek a részévé válik. És én olyan kevés szegletét kaptam annak a, abból a filmből, hogy én annak nem váltam úgy a részévé. Aha. Még nem volt olyan film, amire azt tudnám mondani, hogy annyira az enyém, hogy. Ez most lehet, hogy rossz, hogy ezt így kimondom. De hogy, hogy, hogy még nem volt az a film, ami annyira rám épült volna, hogy minden gondolatom, minden álmom. Persze, amikor dolgozom azon a az aktuális filmen, akkor az motivál, és abba vagyok benne, de nincs az, hogy valamire hat hónapig készülök, és rám van írva, nem az, hogy én valakinek a barátnője, anyósa, nem tudom, kie vagyok, hanem hogy ez erről a nőről szól, akit én játszok, és rám épül a film. Olyan még nem volt, és szerintem az egy másik fajta dolog. Szerinted miért nem volt? Még nem jött el az én időm. Lehet nem is fog, de én abban bízok, hogy el fog egyszer jönni az a film, ami, amire úgy kell föl egy rendező, hogy megvan írva egy női történet, és azt fogja mondani, hogy csak a réka jut róla eszembe. Hát ha. Reméljük lesz ilyen. TV. Hogy... Egy sorozatban voltam életedben a mellékhatásban. Igen, igen, erre gondoltam. Ja, értem. Nem. Vagy hogy ö, azt nagyon szerettem. Nagyon-nagyon jók voltak a színészek, és nagyon ö, olyan problémáról beszéltünk, ami egy kereskedelmi csatornán szerintem ritka, hogy nem a... Ö, Hú, hogy, de finoman akarsz most fogalmazni? Hát nem, hát tudjuk azt, hogy, hogy ö, én hogy ö, 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 én szerintem, ami a tévében közvetítünk, az alakítja az embereket. Szóval mindenki azt mondja, hogy azért gyártunk bizonyos dolgokat, mert ezt nézik az emberek. Szerintem nem. Az emberek azt nézik, ami a tévében van. Vagyis az a felelősség, hogy mit adunk a tévében, az annak a felelőssége, aki ott ül és kitalálja. És a mellékhatás egy olyan sorozat volt, amiről azt gondoltam, hogy Na, egy kereskedelmi csatornán, hogy ilyen fontos problémákkal foglalkozunk, ez egy, ez egy nagy bevállalás, és nagyon örülök neki. És nagyon nagy nézettsége volt a sorozatnak, és alig várták, hogy olyan a második évad, csak fölrakták a, a stream felületre, és ott már kevesebben voltak előfizetve, és nem nézték annyian a második évadot, pedig sokkal De jobb. De mit adottál -e benne fontosnak. Azt, hogy komoly dolgokról van De benne mi, szó. Milyen, mi? Hát például az, hogy Öm, hogy, hogyha valakinek nem lehet gyereke, mit lehet ezért tenni? Annyi történetet hallunk, hogy örökbefogadás, öm, ilyen úton, olyan úton, de. De hogy mit lehet egy. Érted szóval, mit lehet egy, egy gyerek, egy, öm, egy nőnek a tragédiájában, hogy nem sikerült teherbe esnie, hogy öm, mit tud akkor tenni? És hogy ezzel foglalkozik egy sorozat, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Az orvosok részéről, hogy ki mi, hogyan reagál, akkor neki a családi viszonyai, hogy ők hogyan reagálnak erre. Szóval, hogy ö, szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezzel foglalkoztunk. Fön van egy film a Wikipédián, hogy 2025. És? hogy azt te csináltad. Mi? De még nincs 2025. Én csináltam egy filmet. Hát valami fönn van, hogy 2025, hogy nyilván akkor mutatják be, és te is benne vagy, nálad a Wikipédia. De mi a címe? Ez mi? Hát azt nem tudom. Na most. hát azt hogy <laughs> én csináltam egy filmet. Nem nem nem, nem, tudom, nem, 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 nem. nem, nem, nem. Hát uh, talán a véletlenül írtam egy könyvet lehet, az jön ki 2025-ben, amit a lakosnóra rendezett. Szerintem, én nem tudom, mikor láttam utoljára ifjúsági filmet moziban ami kifejezetten ifjúsági film. Pál utcai fiúkat ismerjük, légy jó, mint halálig, de nem, nem, tudunk ifjúsági filmet. És a lakos Núri a, a, véletlenül, nem ez a, ez a könyv címe is, hogy véletlenül írtam egy könyvet, talán ez a könyv címe is, ebből írt egy forgatókönyvet, koprodukció, holland, és nem tudom milyen koprodukció, mindegy, és, és egy gyönyörű történet, egy 13 éves kislány életéről szól, és arról, hogy ő elveszíti az édesanyját, és hogyan lehet ezt feldolgozni. És van egy szomszédja, a Zsurskati, aki egy írónőt játszik, és megtanítja neki, hogy hogy kell kiírni magából a gondolatait. Hogy, hogy hogyan kell könyvet írni, amiben beleírhatja az életét. És megtanítja írni, és akkor ezen keresztül ismerjük meg az ő életét. És hát az, hogy Nekem ez, ez a jelenet, hogy egy 16 éves fiú nem úgy udvarol, hogy írja, hogy jól nézel ki, vagy nem tudom, hanem az az udvarlás, hogy elmegy neki szerenádot adni. Ma már ilyet nem, nem tapasztalunk, és szerintem nagyon menő. Úgyhogy üzenem a fiataloknak, hogy adjatok szerenádot a lányoknak, és vigyetek virágot, és nézzél a szemébe a másiknak, mert a tied, onnantól kezdve megvan véve minden nő. Nem volt, Hát Sanyi. Sanyi az ilyen fajta. Mit csinált? Hát csak adott? Le, hát, szer, hát azt is adott, igen. Igen, a Bangu Andrével, igen. Hogy? hogy? A Bangu André zenésszel adott nekem. De hogy ilyen szabályosan ablak alatt, vagy hogy? Nem, hanem elvitt egyszer vacsorázni, és egyszer csak bejött az André, akit akkor én már nem is tudom hol hallottam. És nagyon szerettem. Nekem most nincs meg. Ő, ő, Majd, mert nincs, ráhallgatsz, ég. csodálatos hangja van. Olyan hangja van, ami egy kifacsarja a szívedet. Mm -hmm. Megszólal, és így nem tudsz másra figyelni csak rá. Úgy tud közölni. Fantasztikus. És akkor az étterembe ott nyilvánosan. Nem, nem úgy, hanem, hanem elvitt, és akkor azt a dalt játszott, ami az én kedvencem, az Endre. És akkor azt tudom, is annyi kérte. Szóval, hogy ez ilyen kis apró finomság. De hova vitte? Nem emlékszem. Olyan régen volt, már 15 éve vagyunk együtt, nem emlékszem, hogy hol volt, csak az érzésre emlékszem, meg a helyzetre, hogy valaki ezt kitalálja, és. és de hát senyi, azóta is csinál ilyeneket. Szóval. Miket? Hát azt most nem mondom, mert az in. De hogy ő, ő nagyon nagy úri ember és gentleman. És ez szerintem nagyon fontos. Még 15 év után is, nagyon főleg most. Az ember már mindent ismer a másikból, és mégis meg tudja néha látni, azért az. Nagyon jó. Te is meglepeded? Hát ezt tőle kérdezzük meg, remélem. Hát Őt nem csak lehet meglepni, ő nem szereti a, a meglepetéseket. Nem, miért nem? Nem tudom, nem szereti. Egyszerűen herótja van a meglepetés. Szeretni, szereti tudni, mi fog történni. Igen? Igen. Én igyekeztem egy időben meglepni, de nem ment. <gül> <gül> Mert hogy te meg szereted a váratlan dolgokat? Persze, azt is színpadon is imádom a váratlan dolgokat. Szeretem, amikor egy meglévő előadásban jön valami baki, vagy valami hiba, vagy valami, amit meg kell oldani, mert az helyzetbe hoz. És ugye azt hogyan oldod meg? Szerintem az nagyon, nagyon inspiráló. Na mondja egyet. Mondjak egyet? Nem hát tudom, amúgy... nincs érdekes. Várjunk valami nem tudom, annyi olyan szöveg volt, amit a másik elfelejtett, és te a mondatodba, és úgy próbáltad kihúzni belőle a következő mondatot, hogy rávezetted, hogy ezt szeretted volna mondani, ugye? <laughs> Ö, most más nem jut így <laughs> el, okay. Olyan okay. helyzet, pedig biztos volt vicces helyzet, de nem emlékszem rá. Van, amire készültek most Sándorra? Hát a Futni Mentem című film most jön ki a mozikba, november 21-től, most van a Cinema Citynek ez a mozi ünnepe, már premiera előtt meg lehet nézni november 21-től. Mindenhol megy a mozikba az egész országban. Mi most először dolgoztunk együtt a Herendi Gáborral, aminek nagyon örültem. A színészekkel is, például a Lovas Rozival és a Trilbeával még nem dolgoztunk. Én egy 40 éves karrieristát játszom, aki nem akar gyereket nem akar családot, semmit, hanem csak a munkájára koncentrális, nagyon maximalista, nem is értem. Úgyhogy és a munkájának szenteli az egész életét, de hát az anyukája az, az hoz egy döntést, hogy mivel meghal az édesapánk, akinek volt egy bakancslistája az anyával, és már csak egy hiányzott róla a maratonfutás, és hogyha az apával ezt nem sikerült megcsinálni az udvaros dorotján akik az édesanyjánkat játsza, akkor velünk szeretné ezt véghez vinni a lányaival, meg ezt nem akarjuk, de aztán mégis ö, úgy vagyunk vele, hogy jó, akkor megcsináljuk, és akkor ebből van a végén ö, happy end. Ez egy romantikus végjáték. Sanyi szokta mondani, hogy végre elment forgatni össze kell jönnie valakivel, aztán kiderült, hogy az is én vagyok. Szóval, ahogy... <laughs> Pedig ott hát egykor ő rengeteget forgatott. Igen, igen. Hát sajnos igen. Mármint, hogy, hogy sajnos eltelt úgy pár év. Hogy Ez nem... nyilvánad valami plusz nem, hogy együtt játszottak? Hát persze, hát nem kell ismerkedni. Szóval, hogy bejössz és tudod, érzed őt és úgy fogod meg, bár színészek között, jó színészek között ez nem szokott akadály lenni, hogy nekem ezzel nincsen problémám, hogy ö, ismerkedni kell, de másfajta kémia működik két ember között, akik együtt élnek. Remélem ez látszik is. <gül> <gül> és az örkényben mi lesz meg? Az örkényben most próbáljuk, Fábián Péter írta és rendezi a Nyúlfüle című darabot. Hát meg mit? Hát ez az. Ez egy varieté, zenés, állatmese, valahogy így tudnám összefoglalni, öm, fantasztikus írás, komolyan mondom, a Péter egy olyan anyagot írt a Gimesi Dóra segítségével, ami egy ilyen pont elég frappáns, reflektál a jelenre, de nem úgy, hogy, hogy öm, hogy véleményt nyilvánít, hanem felmutat, és akkor te oda teszed, ahova szeretnéd, és közben tele van humorral, gyönyörűek a jelmezek, a díszlet, szóval egy nagyon-nagyon-nagyon jó anyag lesz. Én már most nagyon szeretem nézni a többieket is, és hallgatni a zenéket, akit a Marcel írt, és, és, és nagyon jó, és aztán majd már tavasszal van, amikor most nem tudom pontosan, mikor lesz Füst Milán Boldogtalanok című darabja, amit a Bodó Viktor rendez. És abban vagyok még benne. Na látod, abban nem nagyon vannak olyanok, akiket te szeretsz, hogy majd minden áron élni akar. Hát azok nem. Tényleg, boldogta. azok tény tényleg boldogtalanok, Azok tényleg És úgy is vannak, mert hogy vannak, akik számára nem nincs is meg az esély esetleg. Igen, de. Hogy boldogok legyenek. Szóval, vannak ilyen emberek. Igen, sajnos. De, de szerintem. Én azon vagyok, hogy ezért örülök, hogy mondjuk a döntés is, és az egyasszony is megy mindenhová az országban, mert pont emiatt, hogy, hogy mindig van egy kis esély, hogy pont ettől az előadástól majd valaki azt fogja mondani, hogy Isten lehet, hogy én tényleg egy rossz házasságban élek, vagy, vagy nem tudom, hogy mindig van, mindig van remény. Én, én nagyon hiszek ebben. Neked volt olyan, amikor úgy érezted, hogy nem tudsz kijönni ebből a gödörből? Köszönöm a házasságból. Azt... <laughs> Vagy mi gödörből? Igen. Hát persze, hogy voltak hullámvölgyek. Persze. De van mellettem egy nagyon optimista férj, aki mindig azt mondta, hogy igen, ennél lejjebb már nem lehet kerülni, viszont mindig van kiút. És hogyha az ember... És ezt mindig el is hitted? Én nem vagyok ennyire optimista ember, de mivel ő belőle árad ez, és valahogy mindig kirángatott, amikor mondjuk mélypontra kerültem, ezért nagyon hálás vagyok. Azt szóval. tudom, hogy például az első szülésed után volt ilyen, hogy depressziós voltál. Én? És... Igen. Hát ezt hallottam. valahol olvastam. Ne, mondom, nem hiszem, ne, ne, ne higgyen, ne nem, hogy, szerintem... hogy, 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 hát akkor most akkor át szükség van, nincs szükség ilyen. Ja, hát az, 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 egy alapdilemma szerintem, amikor egy nő szül, egy színésznő szül, és akkor amikor először jössz vissza, akkor azért elgondolkozol, hogy mindenki pótolható, Szóval hogy nincs olyan színész, aki ne lehetne pótolni. Az rossz volt, hogy én akkor a te szerepeidet Nem, mert én annyira veszély. boldog voltam a kisbabámtól, annyira boldog voltam, hogy megszületett a kislányunk, és én nem is tudtam visszamenni egy évig, mert én annyira meg akartam neki otthon mindent adni, hogy én olyan anyuka legyek, aki nem is tudtam másra koncentrálni, csak rá hogy meg akartam tanulni, hogy hogyan tudok vele, hogyan tudok neki a legjobbat adni. Szóval nekem nem volt a fejemben akkor a színház, ez fura, mm az, ami a szenvedélyem és az otthonom, az, az nekem nem volt akkor egyáltalán. És akkor eljött az az érzés, amikor úgy éreztem, hogy most már úgy hiányzik. És persze akkor jön a dilemma, hogy visszajövök az egyasszony monodrámával, egyedül. Ki fogja ezt megnézni? Ki kíváncsi tenkérék a monodrámájára? de aztán ez beigazolta, hogy kilenc éve játszok, és, és 178-nál tartunk, szóval azért az, az jó érzés. Mm. És második gyereknél már hamarabb dolgoztál, ne? nem. nem? Ott is otthon maradtam egy évig, mert mikor visszajöttem volna, mit tudom, milyen nyolc hónapos volt a kisfiunk, akkor bejött a Covid, és otthon ragadtam. Aha. Úgyhogy így. Úgyhogy ez szerencsésen jött ki, mert akkor a fiam is többet kapott belőlem, mint a lányom. Úgyhogy... De akkor most alapvetően rendben vagy magaddal is, meg az élettel is, nem? Persze. Igen. Ezt elmondhatjuk. Akkor maradjon így. Hát köszönöm. Hát én is köszönöm, <laughs> hogy, hogy Köszönöm tél. a meghívást. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Tenki Rétka volt a a vendége. Viszontlátásra.